nekem már volt nem egy balesetem. Tehát ez megint az, hogy az első alulról visszaülsz. Tehát nekem volt három nagyon komoly motorbalesetem, visszaül az ember. Nem, olyan csápokat növeztek, vagy eresztettem itt a vezetés közben, amik már előre-hátra mindenhova látnak. Napi szinten, olyan szinten megszokom azt, hogy akár leszorítanak, vagy akár nem leszólítanak, hanem leszorítanak, leszorítanak. Beszólnak, lehúzza az ablakot, ráthúzza a kormányt, mi ez a büntetőfékez mondjuk előtted egyet, stb. Mert föl se veszem. Na, muszáj, de, egyszer, muszáj. De én például azt vettem észre magamon, hogy bármi más is ne arra, hogy figyelj, mióta megszülettek a gyerekeim, és apuka vagyok, azóta azért úgy vagyok vele, hogy néha egy-egy esetben, amikor azt érzem, hogy most a kicsit gyorsabban megyek, mint kéne, vagy sokkal gyorsabban, mert úgy érzem, hogy elkések valahonnan, vagy egyszer csak visszalendület, akkor egyszer csak visszafogom magam, mert arra gondolok, hogy nem így kéne meghalni, mert ott vannak a gyerekeim. Neked nem szokott ez eszedbe jutni? És nem csak a motorral kapcsolatban, hanem úgy általában, hogy de van egy alapvető hiba, ahogy az ember gondolkodik, és én is sajnos belestem ebben a hibába. Nagyon sokkal, mint hogy én is, és szerintem majdnem mindenki úgy gondolkozik egy kicsit, hogy halhatatlanak vagyunk. És nem vagyunk azok. De a nem várt akár betegségek, a nem várt balesetek, a nem várt események, amikről most más kérdés, hogy hol írják ezeket meg, ezekről mi nem tudunk és nem is tudhatunk, ez mindig mégiscsak az a motiváltság, ami legalábbis bennem van, hogy halhatatlan vagyok. Nem ez határozza meg az életemet, és nem ez szerint élek, de ha elkezdenék egy kicsit a halandóság felé, vagy a felé gondolkodni, hogy vajon mi történne, vagy ha előre lejátszanék akár a fejemben bármit, mondjuk jön egy baleset, egy csomó minden, de elmesélek egy olyan dolgot, ami mondjuk egy picit elgondolkodott, és ez nagyon régen történt, és azt mindjárt is mondom, hiszek a törvényszerűségben, hiszek a sorszerűségben, hiszek egy felsőbb erőben, és hiszek egy csomó mindenben. Hiszem, hogy szeretnek talán az istenek, hiszem, hogy büntetnek az istenek, és hiszek egy csomó mindenben, ami tudom, hogy tőlem, és az akaratomtól teljesen függetlenül történik. Na már most, ha ez így van, akkor miért ne menjek gyorsabban, miért ne menjek lassabban, miért ne ugorjak le valahonnan, vagy miért ne essek bele valahova. Tehát ez... Ebben azért nem kevés fatalizmus van, mert hirtelen az jutott eszembe, hogy lehet, hogy nem kellett volna, hogy hirtelen olyan gyorsan megnőnöd annak idején, mert furcsa dolgokat mondtad. Lehet, hogy a 154 centim maradt az agyam, és ott a gondolataim. És el tudod mondani gyorsan azt a régi történetet, hogy mióta gondolkodsz így? Képzeld el, hogy voltunk egy ilyen kis képzőt végeztem, ott egy műterem lakásnak, vagy barátomnál voltunk egy ilyen házi buliban, és ez egy nagyon régi, az a Ferenci ház, ott van a Gellért fürdő mögött, egy nagyon híres műterem épület, és annak az egyik lakásában voltunk, egy műteremben, és kint voltunk a teraszon, ennek régi épített, ott szecessziós épület, régi teraszok, nem ezek a vékony korlátok, ez még a vastag megépített terasz korlát, és ugye ettünk, ittunk, volt, fogyott a málnaszörp természetesen, és én magáikodtam, én régen is mindig szerettem fölmászni mindenhova, a tizedikre egy csatornán, ilyen hülyeségeket csináltam, és fölálltam erre a korlátra, és egy kicsit megbillentem, ez a második vagy a harmadik volt, ez egész magas volt, egy műteremlakás, egy magas szinte, és megbillentem, anyám leestem, hajnali egy óra, éppen meg tudtam fogni egy szárító kötelet, amely belekapaszkodtam, jót megfogtam, oké, visszahúzott, ment tovább az este, és másnap reggel fölkeltünk, persze kicsit mindenki ilyen a macska, jaj, meg kicsit ezért kész vagy, oda mentem a házigazdához, tegnap ez nagyon húzós volt, anyám leestem, nem ilyen szerencsé, hogy van egy szárító kötél a teraszodon, és így azt mondta az ember, hogy győző, nincsen szállítókötél. Mi? És kimentél is? Tényleg nincsen szállítókötél. Ezt hogyan magyarázod meg? Mit gondolsz, hogy... Hát a megfelelő mennyiségű málna megívásával, nem? Nem, én tényleg megkapaszkodtam valamiben, és tényleg nem estem volt. Tényleg volt egy húr, egy felsőbb hatalom, aki megfogta a kezem. És azóta ebben hiszel, és ez szerint élsz. Nem, csak biztos, hogy sok hülyeséget csináltam életemben, és biztos, hogy sok minden másképp alakult volna, hogyha nem egy picikért nem hordoznak a tenyérükön. De mindig nem lehet ott a szárítókötél, vagy igen? Eddig még ott volt. Lehet, hogy gyengül,
lehet, hogy foszlik, azt nem tudom, de mindig nem lehet. Hiába vigyázol magadra, hiába csinálsz úgy dolgot, hogy így belemész, vagy akár fatalistaként ez. Nem írhatsz el dolgot. De nem mindig vigyáztál.